Sziasztok, nevem Leskó Balázs. Alapvetően Java fejlesztő vagyok, de ebben az előadásban két szóról nem lesz szó, a Javáról és a fejlesztésről, hanem pedig a már említett Zero AD nevű játékról és ennek a honosításáról. Azóta a prezenter. Fogok beszélni. Először is egy kicsit elmondanám, hogy mi is ez az egész, amiről szó van, és akkor utána magáról a fordítás menetéről beszélni. Ez itt egy... Játszok meg el. Volt ilyen. Először is mi ez a Zero AD nevű játék? Alapvetően ez egy már egy jó ideje fejlesztés alatt lévő játékfejlesztési projekt. Azt kellene tudni itt nagyon címszavakban, hogy egy Wildfire Games nevű fejlesztő csoport készíti ezeket. Igazából ez egy ilyen egyesületszerűen működik, világ minden tájáról dolgoznak bele fejlesztők. Ez egy ilyen történelmi alapokra épülő valós idejű stratégiai játék szeretne lenni. És rajzoknál készítettem ide egy rövid áttekintést a projektről, ez tényleg nagyon rövid. Alapvetően 2001-ben jött pár játékfejlesztő csapat, ilyen hobby fejlesztő, akik szerettek volna egy Age of Empires 2 modot készíteni. Viszont voltak itt többen, és kitalálta pár csapat, hogy na, akkor csinálunk közösen valamit, mert úgy hátha valamivel többre jutunk. Ebből így 2003-ra lett is valami, el is kezdtek a fejlesztések, aztán mivel lassan haladt a dolog, kihátráltak a projektből, annyira nem lett ez a dolog, ezért 2009-ben úgy döntöttek, hogy az addigi zárt fejlesztési modellt ezt így kidobják a kukába, és nyílt forráskódú fejlesztéssel viszik tovább ezt az egész projektet, úgyhogy 2009-ben nyílt forráskódú lett a projekt, és így azóta pontosan nem tudom milyen licenc alatt, azt hiszem GNU GPLV 2, és a grafikus és zene részeket pedig Creative Commons licenc alapján készülnek. Ezért így szabad szoftver maga a játék. Ezt az ábrát, ezt azért hoztam, hát ábrát, ezt a listát azért hoztam, hogy röviden bemutassam, hogy mi ennek a játéknak olyan szerintem így a különlegessége, amiért érdemes ezt még így hosszú távon fejleszteni. Alapvetően erről a projektről nekem úgy az volt a benyomásom, hogy a legtöbb open source játékkal az a probléma, hogy programozók csinálják őket, és a programozók általában sok mindenhez nem értenek, de alapvetően kevés olyan ember van, aki jó programozó, és még mellette művész érzéke is van. Ez így ritkán van. Ez a projekt viszonylag eltolódott szerintem inkább a művészi irányba. Emiatt érezni rajta, hogy pakoltak ebbe energiát. Ez abból is látszik, hogy 12 darab név található per pillanat a játékban, és ezek mindegyike teljesen különálló egységeket, épületeket kapott, a leírások rendkívül részletesek, tehát szerepelnek történelmi leírások a játékban. Alapvetően azért érződik, hogy nem csak azért vannak például rómaiak a játékban, mert nem volt jobb ötletünk, hanem tényleg úgy alaposan kidolgozták őket. Nyilván hozzá kell tenni, hogy nincs kész a játék, de alakul azért. Következő még egy kis extra információ. Itt kigyűjtöttem a kiadásokat, amik még visszakereshetőek voltak a projekt oldalokon. Itt alapvetően azt kell látni, hogy a 8-as alfa verzió volt 2011. decemberben, és most tartunk a 20-asnál. Valamint olyan messziről szerintem nem látszik, de a 20-as az első, aminek a kódnevét magyarul írtam ki, ugyanis ez az első, ami tényleg elkészült teljesen magyarul, úgyhogy itt már a kódnevet is lefordítottuk.
Igazából itt azt lehet látni, hogy egy kicsit, mintha lassult volna a fejlesztés, de remélem ez csak azért van, mert nagyobb fejlesztések történtek a kérdések alatt. Ennyire azért nem mentem bele. Azt kell azért látni, hogy évente azért két verziót ki szoktak belőle adni, hogy fejlődik ez a dolog. No de, amiért itt beszélek most, ez a fordítás. Nevezetesen, amikor ezt elkezdtük, Balázsral, meg még páran elkezdtük a fordítást, akkor már valamelyest elkezdték ezt magyarítani, ezt a játékot, viszont mindig volt, aki belekezdett egy kicsit, dolgozott ott valamit, és pontosan nem tudom, de körülbelül a fele volt körülbelül lefordítva a játéknak, és ennek így voltak problémái, nevezetesen, hogy mivel sokan csinálták, és nem közösen, voltak benne inkonzisztenciák és egyéb problémák, amiket orvosolni kellett. De elsőként beszéljünk egy kicsit a motivációkról. Ebben a témában Balázs már tartott, lehet többször is előadást, hogy ő miért fordít, úgyhogy én most ugye az általánosabb dolgokat azt csak megemlíteném, hogy nyilván azért fordítunk, hogy hát ha vannak olyan emberek, akik például egyáltalán nem tudnak angolul, és nekik szükséges az, hogy magyar nyelven szóljon hozzájuk a program, vagy csak szeretik a magyar nyelvet, és szeretnének magyarul játszani a játékkal, vagy csak mert azért, mert legyen. Én inkább azt a szemléletet követem magam, hogy én igazából azért fordítok, mert nekem ez egy jó hobbi. Tehát az már csak egy melléktermék, hogy ebből készül egy olyan szoftver, ami jó a közösségnek is, de alapvetően az én motivációim kicsit önzőek ilyen szempontból. Én azért fordítottam ezt a konkrét projektet, mert ez egy jó kihívás volt. Voltak benne jó, kemény dió feladatok, amikkel azért meg kellett küzdeni, úgyhogy nekem ez volt az én saját motivációm. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi segítette a munkákat, mert le lehet ülni, és akkor egy délután alatt lefordítani 50 ezer szót, csak azért ez minimum Supermannek kell lenni, tehát ez így nem fog működni. Ráadásul csapatban kell dolgozni. Most az első eszköz, amit felírtam, ez a Transifex volt, ez egy adottság volt, olyan értelemben, hogy a projekt, ez a Transifex nevű honosító weboldalt használta a saját fordításának a tárolására, így ebben fordítottunk egy fordító hétvége keretében, meg még előtte utána egy kicsit. Amit itt kiemelnék, ami miatt érdemes ilyen különféle segédeszközöket használni a fordításnál, az a szójegyzék és a fordító memória használata. Ezek azért fontosak, mert szokták mondani, hogy az emberek nagyon rossz robotok, így a mechanikus munkát, azt, hogy ezt a szót minek fordítottam 2-3 oldal ezelőtt, ebben kifejezetten rossz az ember, de erre a szójegyzék és a fordító memória nagyon jó segítőtárs, így jelentősen megkönnyíti a munkát, és így lehet gyorsabban haladni. Emellett a lektorálás során nagy segítség volt a Firefox Hello, amivel úgy tudtunk dolgozni, hogy ketten egyszerre néztük ugyanazt a weboldalt, ami ment a Balázsnak a monitorán, és így egyszerre élőszóban meg tudtuk beszélni, hogy most akkor mi legyen a teendő, és úgy lektorálni a egyes részeket, mint hogyha ott ülnénk egymás mellett, pedig ebben a pillanatban épp 180 km-re voltunk egymásnak. Emellett, amit még kiemelnék, általában nem szokott ennyire fontos lenni a Wikipédia, viszont ebben az esetben, mivel rendkívül sok történelmi leírást kellett lefordítani, neveket, ilyesmiket, így a Wikipédia nélkül szerintem még mindig ilyen 70% környékén lenne. Persze a Wikipédiát is úgy kell használni, hogy nem kell mindig az első információt elhinni. Valamint itt jött ki, hogy sok minden van a Wikipédián, de sok minden van, ami nincs. Úgyhogy ilyenkor külön kis kutatómunkát kell végezni az interneten.
Emellett a legfontosabb eszközt azt a végére írtam, ez egy EPA, nevezetesen a józan paraszti ész. Ez az, amit semmilyen technológia sajnos nem tud pótolni, úgyhogy ez egy fontos dolog volt. És akkor még szeretnék beszélni pár szót a kihívásokról, ami ebben a fordításra volt. Azért én szoktam szoftvereket fordítani. Kelemen Gáborral és Új Balázsral a domos fordítások kapcsán már foglalkoztunk eleget ilyesmivel, de ez egy új terület volt olyan értelemben, hogy ez nem egy kicsi, egyszerű felhasználói szoftver volt, hanem voltak ebben olyan részek is, amikkel még eddig így nem volt szerencsém foglalkozni. Ilyenek voltak a hosszú történelmi leírások, tehát amikor fordít az ember egy szoftvert, akkor látja, hogy jó, 200 karakterlánc, ezzel meg lesz egy másfél óra alatt. Na itt például az volt, hogy történelmi leírások, van 200 karakterlánc, igen ám, csak mindegyik, vagy egy fél oldal hosszú. És akkor ilyenkor leül az ember, és 30 perc alatt lefordít egyet. Ez egy szép kihívás volt. Itt azért könnyebb dolga volt az embernek. Ami nekem kifejezetten tetszett viszont, az a idézeteknek a fordítása. Ugyanis itt nem volt elég az, hogy az angolt lefordítsuk magyarra, mert hát az idézetek azok bizony nem angol idézetek voltak, hanem ismert idézeteknek az angol változatai. Jelen esetben ezért azt kellett csinálni, hogy megkeresni az eredeti idézetet, megnézni, hogy erre már van-e használt fordítás, mert például sok latin közmondásnak van elterjedt magyar változata, ami lehet, hogy amúgy pontatlan. Sőt, általában pontatlan, viszont fordítás szempontjából az a pontos, mert már annyira beleívódott a köztudatba, hogy tehát fordíthatnám, ahogy nekem tetszik, csak akkor nem lenne olyan értelemben jó a fordítás, hogy az egyik ilyen alapelv fordításnál általában, hogy alapvetően, tehát a fordítónak nem az ő dolga az, hogy saját szájízére szabja a programot. A fordítónak az a dolga, hogy hülyen visszaadja az eredeti szándékot. Úgyhogy itt ezt próbáltam követni. Néhány közmondásnál az egészen érdekesen sikerült. Bevallom őszintén, volt, amit nem sikerült érdemben megtalálni, úgyhogy ezeket úgy fordítottuk, hogy régiesen hangzódjon, de valójában mi fordítottuk őket. Azért volt, amit úgy sikerült átadni. Egy ilyen érdekes dolgot ezt ki is emelnék, ami a közmondás jellegre utal vissza. Ez egy eredetileg egy latin mondás, hogy segíts rajtad, hogy segíts magadon, és az istenek is megsegítenek. Na ezt a mondást ezt átvették a keresztények, csak mivel nem politeista vallás, ezért magyarul ezt egyes számba fordítottuk, mert így terjedt el ez a közmondás. Pedig hát nyilván szegény ókori görögök biztosan nem voltak keresztény hívek, mivel még nem volt kereszténység, amikor éltek. Ez egy ilyen érdekes példa volt. Valamint még, ami nekem kifejezetten tetszett, a nevek fordítása. Nagyon sok ókori görög, római névnek van magyar megfelelője, de volt, ahol nem volt. És akkor ott egy kicsit történelem szakos hallgatónak éreztettem magam egy 20 percig, amíg megpróbáltuk úgy magyarítani, hogy úgy nagyjából azért tartsuk be, amit elvileg a görög-magyar átírástán szoktunk tartani. Na hát így a fordítás részéről én első körül mennyit gondoltam. Itt még megmutatnék egy képernyőképet, ezt a prezentációm előtt egy másfél órával készítettem. Ezen azt kell látni, hogy a Transifex weboldalán a fordítási projektnek a állapotát mutatjuk. Pont ma került bele még pár karakterlánc, úgyhogy most így előrébb kerültünk a listán. Azt kell látni, hogy itt van az eredeti angol verzió, ez nyilvánvalóan 100%-on van.
utána következik a holland és a német fordítás 100%-on, majd negyedik helyen a magyar található, ami szintén most 100%-os készültségen van. A színeken pedig azt lehet látni, hogy mennyi lett lektorálva a 100%-ból. Ebből még van egy kis lemaradásunk, ugyanis csak az egyharmada került lektorálásra. Ez tervben van, hogy ezeket majd elkészítjük. Tehát összegezve, ami még hátra maradt a fordítási projektből, az a teljes lektorálás befejezése, valamint a legfontosabb dolog sok szempontból, az a verziókövetés, ugyanis az, hogy megcsináltuk most 100%-ra, az tök jó, viszont az igazán az a jó, hogyha egy projektet elkezdtél fordítani, akkor úgymond valamilyen szinten felelősséget vállalsz érte, azt mondod, hogy jó, akkor a jövőben, hogyha változások történnek, akkor ezt így viszem tovább. Úgyhogy ez egy az idő végzetéig tartó része a fordító munkának. És végül, aki szeretné kipróbálni a játékot, az megteheti a itt látható linken, vagy rákeres bennem nevezett keresőprogramban. A maga a szoftver az keresztplatformos, elérhető Windows, Mac OS X és Linux rendszerekre is. Majdnem hoztam egy friss demót is, viszont a Linuxos binárisok az még tesztelési fázisban vannak, és 20 perc alatt nem sikerült lefordítanom a prezentáció előtt a programot, úgyhogy így ezt így nem tudom most bemutatni, a magyarított változatot. Aki kíváncsi rá, az majd megnézheti az előző 19-es verziót, amely nincsen magyar nyelv. Úgyhogy így alapvetően ennyit gondoltam, köszönöm a figyelmet, és ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok rá. Igen? Azt tudom kérdezni, hogy egy ilyen nyílt fordítás projektnél a lektorálás, hogy mit jelent? A kérdés az az volt, hogy egy ilyen nyílt forráskódú projektnél mit jelent a lektorálás? Esetünkben alapvetően valószínűleg ez azt fogja jelenteni, amit eddig is, tehát Balázzsal leülünk, és átnézzük az összes eddigi fordítást, amit készítettünk, és hogyha találunk benne bármilyen olyan hibát, amiben, tehát hogy például megszedtük a szójegyzéket, nem azt fordítottunk bizonyos helyeken, mint máshol, tehát a következetlenségeket és a fordítási hibákat, elgépeléseket, ilyeneket javítunk ki benne. Technikailag ez pedig azt jelenti, hogyha a Transifex-en lektorálunk valamit, akkor csak a projektnek a koordinátora, így lehet, hogy nem csak a koordinátor, hanem a reviewer is, tehát hogy a koordinátor és az átvizsgáló tudja utána csak módosítani. Tehát hogyha ezt a csapatban most per pillanat Balázs a koordinátor, ezért, hogyha ezt mi lektoráljuk, és jön valaki, aki így Hübele Balázs módjára elkezdene fordítani. Igen, ez is így rosszul jött ki. Az már három Balázs. Így van. Akkor nem tudja csak úgy átírni a karakterláncokat, ugyanis ami már lektorálva lett, azt ott csak javaslatokat lehet megadni koordinátornak, hogy módosítsa, de nem lehet közvetlenül belefordítani. Ez remélem, hogy választott a kérdésedet. Igen, csak akkor ez egy kicsit más takar, mint az a tradicionális lektorálás, amikor ugye valaki más, egy külső személy ellenőrizné le azt. Tehát ugyanaz lektorálhat, mint aki csinálta a fordítást. Igen, egyébként valóban jobb lenne az, hogyha lenne egy harmadik személy, aki megcsinálna a lektorálási munkát. Ha találunk ilyet, akkor lehet, hogy kiszervezzük neki a feladatot. Egyébként tényleg jobb, tehát több szem többet lát, és olyan hibákat is észrevesz, amit mi lehet, hogy nem fogunk észrevenni. Vannak olyan fordítási projektek, ahol külön vannak ezek a szerepek. Ez nem olyan most. Igen? Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy azok a görög nevek, meg egyéb ilyen kifejezések, amiket úgy fordítottatok le, hogy lényegében utána kutattatok, de ez
vagy hasonló. Ott tudjátok-e jelölni a kódban, vagy nem tudom, hogy ez egy táblázat-e, hogy lényegében az olyan, amit hogyha történik mondjuk még egy ilyen lektorálás vagy hasonló, akkor azt egy ilyen jellegű szakterületi embernek célszerű kifejezetten azokat megnéznie. Tehát a kettő között különbség van egy a végső fordításban. Kérdés az az volt, hogy ha olyan fordítás van, mint például történelmi neveknél, ahol nem vagyunk benne biztosak, hogy tényleg az a helyes fordítás, és például ez egy történész jobban látná, akkor ezt tudjuk-e valahogy jelezni, hogy nem vagyunk benne biztosak, és ezt lehet át kéne vizsgálni. Igen, erre többfajta lehetőség is van. Alapvetően a legegyszerűbb az az, hogy egy megjegyzéssel ellátjuk ezeket, hogy ezeket érdemes még egyszer átvizsgálni valakinek, aki ez jobban ért. Nem tudom, ilyet még szerintem nem használtunk. Alapvetően azért többnyire egyszerű esetekről volt szó, de biztos lesz, ahol rakunk megjegyzést, hogy ez pontosan hogy kéne fordítani. Köszönöm. Igen? Ez egy szabad szoftverre, amit használhatok a fordításra, ez egyik kérdésem. Oké. Nem. Illetve, hogy van-e egy hasonló infrastruktúra szabad szoftverben, amivel fordítom, hogy a... Igen. Erről vannak itt emberek, akik jó sokat tudnak beszélni. Alapvetően az egész fordítást ezt megtehetnénk webes felület nélkül is, mert a maga a projekt úgy van szervezve, hogy közvetlenül a forráskódból generálódnak olyan fájlok, amikből el lehet végezni a fordítást, és erre vannak különféle programok, például a PoEdit vagy a Localize nevű alkalmazások, amik ilyen desktop alkalmazások, tehát ott a saját számítógépedre tudod futtatni, és ott lefordítani. Ezek is tudnak mindenfajta ilyen dolgot, hogy fordító memória, tehát tudják ezeket a funkciókat. Ott annyival másabb a történet, hogy ha így fordítasz, akkor ezt valahogy vissza kell ugye juttatni a fejlesztőknek. Ez egy kicsit macerásabb történet. Ha pedig a Transifex-en fordítasz, akkor a fejlesztők maguk onnan húzzák le a fordításokat. Nekem nem kell például így a forráskód tárolóhoz hozzáférnem, én csak küldök nekik egy fordítást, és ők elintézik ezeket a technikai dolgokat. Más ilyen fordítási platformokat én igazából nem ismerek, most csak saját példámból okulva kiemelném a Red Hat által fejlesztett, és például a Fedora projekt a Zanata nevű nyílt forráskódú szoftvert használja, ami egy webalkalmazás, és nagyon hasonlít a Transifexhez, viszont az egy szabad szoftver. Vagy, ha már itt tartunk, a GNOME projektnek a lokalizációjához is van egy webalkalmazás, de azért ez nem annyira általános célra lehet kitalálni. Tehát ez a GNOME platform saját fordítására jó inkább. Más sok nem tudom, hogy használják, én nem tudok róla. Még ott volt egy kérdés? Csak kiegészítés, hogy szerintem biztos van Wikipedia szócikk, ami ebből egy hosszú listát csinál, hogy milyen ilyennek vannak. De például ott van egy Portal nevű, azt több nagyobb projekthez használják, akkor ott vannak a Monikának van a Launchpad-jabban is van ilyen fordítós, és ezek csak azok, amiket én tudok, és én nem sokat fordítok, tehát a Gábor van szexopát, de tudnám még mondani. Ha már akkor... Tehát van több szavazatos. Ha már itt tartunk, a Mozilla-nak a új fordítási platformja Pontum is valami hasonlót szeretne. Ez egy kicsit más felől közelíti a dolgot, de az is ilyesmi. Tehát vannak azért nyílt forráskódú platformok. És a Transifex-et azért használják sokan, mert ez a 1 millió légy nem tévedhet esetben. Igen? Még egy kérdés, hogy a hányszor kell egy forráskódhoz nyugnotok meg, mondjuk nyelvtanilag nem tudtátok megoldani a beérteséget? A kérdés az volt, hogy hányszor kellett a forráskódhoz hozzányúlnunk. Hála jó Istennek egyetlen egyszer sem, ezt így le is kopogom, tehát jól csinálták ilyen szempontból a fejlesztők a dolgot. Volt már olyan projekt, ahol kellett forráskódba matatni, ez nem olyan volt.
Igen. Helyesírás ellenőrzést használtok? Automatikusan? Kérdés az volt, hogy használunk a helyesírás ellenőrzést. Igen, használunk. A szerencsére már az öngészők is vannak olyan okosak, hogy ellenőrzik a helyesírást, úgyhogy élni is szoktunk ezzel a lehetőséggel. Elég sok elütést szoktam véteni, úgyhogy erősen használom a helyesírás ellenőrzést. Igen? És volt is már egy kiment elképelés? Elképeltek elképelést? Nem tudok róla. Én tudok róla, hogy volt. Mindent tagadunk. Azért kérdezem, mert nekem is egy ilyen szükségletem, hogy saját egyedi fordítási szótár mellett helyesírási szótárat is megosztanátok, és beállítanátok, hogy ne is küldjön a böngésző a szövegdomozt, amíg van benne egyetlen egy tilos is. Az nem jó, mert vannak olyan, vannak olyan szavak, amikről én tudom, hogy jó, de erről meg kéne győzni a fordítót, vagyis a helyesírással. Igen, ezért custom szótárat, és akkor azt megosztanunk egymás között, és ezt így végigúszni. Maradjunk annyiban, hogy néha azért van, hogy olyan szavakat fordítok, amiket én nem szeretnék szótárba látni, csak... Tehát... Egyébként a, igen, egy közös open source szójegyzék szótár az nem egy rossz szótár. De úgy most van változóban, hogy az akadémia helyesírás, tehát most így a helyesírás ellenőrzők meg ezek, tehát most az a téma, ami... Ez most nem teljesen... Hun is fel már támogatja az újat. Ez részint ide tartozik, és még vannak olyan szavak, amiket direkt mindig rosszul, következetesen rosszul használunk. Például én a byte szót akkor is A-val is J-vel fogom leírni, ha a fene-fené teszik is. Tudom, hogy helytelen, de az akadémia én... szerint. Az akadémia szerint. Igen, és ezt mindig kiszokták emelni, hogy a Hunspell is csak azért fogadja el a byte szót, mert a byte-nak a tárgy esete. De... Elvileg nem helyes, de ennyit megengedek magamnak. Na tényleg, ha már nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen.